Évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik Magyarországon. Ez az első 2016-os Nébih maradék nélkül címet kapott kutatásának adata. 2021-ben készült el a harmadik felmérés, amelyből kiderült, az első alkalomhoz képest 24%-kal csökkent a magyar élelmiszer pazarlás. Azóta valamelyest tovább javult a helyzet, de hogy valójában hogyan állunk most, az a negyedik maradék nélkül program felméréséből derül majd ki, amelyre már várják a háztartások jelentkezését megkötés nélkül. A regisztráció után pedig kezdődik is a 7 napos kísérlet. Ki kell választani egy hetet, ami a karácsony megelőző időszakig terjedő szakaszban lenne. Tehát a karácsonyt azt nem szeretnénk belemérni, mert az irreálisan torz képet eredményezne. És ez alatt, az egy hét alatt minden nap mérlegelnünk kell a kidobott élelmiszer hulladékokat, nem csak a pazarlást, tehát az, ami még ehető lett volna eredeti formájában, hanem a nem megelőzhető élelmiszer hulladékokat is, tehát mondjuk a kávézatszot vagy a csirkecsontot is le kell mérni, és ezt egy naplóban rögzíteni, vagy papíralapú, vagy online napló, mind a kettőhöz nyújtunk segítséget, és ezekből az önkéntes adatokból áll össze az ország élelmiszer hulladék körképe. Ilyenkor akaratlanul is jobban odafigyelnek az emberek, hogy mit dobnak ki. Ezért bár a módszer egy kicsit torzít a valós adatokon, a szakértők szerint még így is ez nyújtja a legkiegyensúlyozottabb képet. Ahogy nézegettük az adatokat, nyilván nem több ezer háztartásról beszélünk, hanem néhány százról, ezért így egy-egy megyére lebontva nem nagyon pontos a körképünk, viszont az látszik, hogy egy kicsit takarékosabbak voltak a megyében élők. Egyébként így országosan is elmondhatjuk, hogy ahol több a családi házas övezet, tehát nagyobb az esélye annak, hogy van valamilyen konyhakert, vagy tudnak komposztálni az emberek legalább, pláne még állatot is tartanak, ezek a háztartások úgy általában kevésbé pazarolnak. A maradék nélkül program felmérésének célja nem csak az, hogy a hatóság minél teljesebb képet kapjon a magyarok élelmiszer pazarlásáról, hanem a figyelem felhívás is. A kezdés előtt meg kell becsülni, hogy mennyi lesz az adott háztartásban keletkező élelmiszer hulladék. Az eddigi statisztikák szerint 10-ből 8-an alábecsülik, ráadásul a tévedés mértéke körülbelül 50%. Az Európai Unió 100 háztartást ír elő a hiteles felméréshez, de a Nébih szeretné elérni a 300 fő feletti részvételt.